Na hát szeretettel köszöntök mindenkit. Hát a múltkori alkalommal ugye az avignoni fogságnál hagytuk abba, annak a viszontagságairól is ez a 70 éves időszak, ez valóban olyan volt, mint a Ószövetség folyamán az a 70 éves babiloni fogság, amikor is ugye számüzetésben élt a választott nép. Hát most is ugye a pápa és hát az egyház vezetése, bíborosi testület, a római kúria, ugye Avignonban tartózkodott, mint hát a francia király bábja tulajdonképpen kiszolgálója, miközben hát Róma városában is az egyházban hát a viszonyok nagyon elmérgesedtek és hát nagyon ugye hát hanyatlásra indult minden. Két női szentnek köszönhetjük, hogy mégiscsak a pápaság visszakerül Róma városába. Az egyik ugye svéd Szent Brigitta, a másik szienai Szent Katalin. Mind a kettőt nemrégóta, mint Európa társvédő szentjei tiszteljük, nem véletlenül, hiszen mind a ketten a középkori katolicizmusnak nagyon-nagyon fontos és történelem formáló női alakjai voltak. Svéd Szent Brigitta rávette 5. Orbán pápát, hogy Avignonból térjen vissza Rómába, azonban miután Rómában teljesen elhanyagolt állapotok uralkodtak, nem sikerült ugye ott a pápának sem rendet teremteni, ezért visszatért Avignonba, és rövidesen ott meg is halt, tehát Brigittának a próbálkozása nem járt túl nagy sikerrel, viszont szienai Szent Katalin rávette az ő személyes varázsával 11. Gergely pápát, hogy véglegesen visszatérjen Rómába, de most már nem oda tért vissza, ahova addig laktak a pápák, ugye a lateráni palotába, ami a lateráni bazilika mellett van, hanem első ízben a Vatikánba tér vissza, tehát a 14. század óta mondhatjuk, hogy a pápa székhelye a Vatikán. Mert ugye korábban ez egy városon kívül ilyen nekropolis volt, tehát temetői rész, ahol hát ott állt ugyan a Szent Péter bazilika, de ez nem volt alkalmas arra, hogy a pápa és a római kúria székhelye ott legyen. Most pedig a Vatikánba teszi át a székhelyét, és ugye hát ez a szienai Szent Katalin, tudjuk, hogy egy nagyon-nagyon egyszerű kis írástudatlan leányzó volt, aki domonkos apáca volt, de nem a domonkos másodrendnek a tagja volt, tehát a hivatalos klauzúrás kolostorban élő nővérek, hanem ő a harmadrendbe tartozott, tehát gyakorlatilag a szülei házában élt, ugyan szerzetesi ruhában, de inkább egy olyan, inkább ilyen harmadrend jellegű volt az ő szerzetessége, és annak ellenére, hogy írástudatlan volt, az ő misztikus élményeiből merítve, hát csodálatos teológiai műveket diktált, és csodálatos levelek maradtak fenn, és levelezésben állt korának számos uralkodójával, püspökével, pápájával, akik tőle kértek tanácsot, nyilván hát nem véletlenül, hiszen a isteni bölcsesség ugye őt erre alkalmassá tette. És hát itt van egy kis részlet az ő leveléből, amelyet 1376-ban írt 11. Gergely pápának, azzal azt kérve tőle, hogy hát mégiscsak vegye föl a bátorságot és induljon neki Róma visszafoglalásának. Azt mondja Katalin: a keresztre feszített Jézus Krisztus is az édes Szűz Mária nevében. Krisztusban, az édes Jézusban szentséges és boldogságos atyám, méltatlan és szánalmas leánykája Katalin bátorítja önt az ő drága vérében, és azt kívánja, hogy minden szolgai félelemtől megszabadulva lássa önt. Jól tudom ugyanis, hogy a félénk ember elveszíti a szent elhatározások és a jó vágyak minden erejét. Ezért arra kérem és arra fogom kérni az édes jó Jézust, hogy vetkőztesse ki önt minden szolgai félelemből, és csak a szent félelmet hagyja meg önben.
Legyen önben lángoló nagy szeretet, és ezt tartsa távol attól, hogy hallgasson a megtestesült ördögök szavára. Ne hagyja, hogy szót fogadjon gonosz tanácsadóinak, akikből az önszeretet beszél, midőn úgy hallom, akadályt akarnak gördíteni visszatérése elé, és az ön megfélemlítésére azt hangoztatják, hogy a biztos halálnak teszi ki magát. Én pedig a megfeszített Krisztus nevében mondom önnek, édes jó szent atyám, hogy mit se féljen. Jöjjön teljes biztonsággal, bízzék Krisztusban, az édes Jézusban. Ha teljesíti kötelességét, Isten majd megvédi önt, és senki nem tehet ön ellen semmit. Szóval ugye a politikai félelem helyett, a gyávaság helyett ő a krisztusi bátorságra biztatja, hogy hát Istenben bízva győzze le ezeket a kiszerű kis politikai játszmákat, amelyek megakadályozták, hogy valóban az egyház kormányzását a kezébe vegye. Szirmai Szent Katalin annyira tisztelte a pápát, hogy azt mondta, hogy ő az édes Jézus itt a földön. Úgy is szólította őt. Ugyanakkor hát attól sem riadt vissza, hogy a kárhozat kínjaival fenyegesse meg a pápát, amennyiben a gyávaságának és ugye hát a rossz tanácsadóinak enged. Tehát azért egy nagyon szelíd, szeretetteljes, de ugyanakkor nagyon határozott szókimondó egy nővér volt, akit hát ugye, amint mondtuk, a középkor legnagyobb női alakjai között tartunk számon. Minden esetre ez a bizonyos 11. Gergely pápa visszatér a Vatikánba, és elkezdi ott a rendcsinálást. Halála után megválasztják az utódodát, 8. Orbán pápát, aki hát ugye részben a római nép nyomására és erőszakos ugye beavatkozása révén lett megválasztva, ami miatt a francia püspök, bíborosok úgy vélik, hogy ez a pápa választás érvénytelen volt, és egyébként is micsoda dolog, hogy egy olaszt is nem egy franciát választottak meg, ahogy már 70 év óta szokásban volt, és ezért összehívnak egy másik konklávét, és választanak egy avignoni pápát, ugye 7. Kelemen néven. Hát ahogy ezt ilyenkor szokás, a két pápa kölcsönösen kiközösíti egymást, ugye mindenki kinevez egy saját bíborosi testületet, és gyakorlatilag a kor legnagyobb szentjei sem tudják, hogy most melyik is az igazi pápa. Például Szirmai Szent Katalin a római pápát támogatja, egy másik domonkos szent, Ferenc Szent Vince, az pedig az avignoni pápának az oldalára áll, és a kor uralkodói között is ilyen nagy zűrzavar honolt, hogy hát egyik az egyiket ismert el, a másik a másikat. De hogy a baj, és ez ugye 1378-ban történt. A baj orvoslására Pizzában összehívnak egy egyetemesnek szánt zsinatot, és ugye természetesen nem oldják a problémát, hanem még nehezítik, hogy egy harmadik pápát választanak, akit 5. Sándornak hívnak. Igaz, hogy a múltjában van néhány apró folt, például az, hogy fiatal korában kalózként kereste a kenyerét, és ennek ellenére hát ugye pap lett, püspök is pápa, de hát ugye ez nem számít, hát ha megoldja az egyház válságos helyzetét. Azonban, ugye, és ezt egyébként, ezt a pizai pápát úgy hívták, hogy 23. János. Tehát érdekes, hogy már volt az egyházban a 20. század előtt egy 23. János, aki ugye civil életben kalóz volt, és egyébként meg pizai ellen pápa. Úgyhogy érdekes az egyház története. A megoldást egy magyar uralkodó hozta, aki történetesen német-római császár is volt egyben, úgy hívták őt, hogy Zsigmond, luxemburgi Zsigmond, 1414-ben összehívja a konstanci zsinatot, ahol ugye hát némi, hogy mondjam, szelíd erőszak nyomán a bíborosok végül is megegyeznek abban, hogy a pizai pápát eleve lemondatják, illetve hát emlékeztetvén őt a kicsit, hogy mondjam, nem megszokott is
és szeplős múltjára, ráveszik arra, hogy mondjon le önként, tehát akkor marad kettő. Hát a római pápa összehívja a zsinatot, azért, hogy ugye törvényes legyen, mivel zsinatot azért uralkodó nem hívhat össze, hanem csak a pápa. Ez a pápa fölruházza a zsinatot a pápa választás jogával, majd lemond, az szelíd erőszak hatására, ugye jó tanácsok hatására, az avignoni pápát pedig egyszerűen letetnek, nyilvánítják, tehát ugye megfosztják őt a méltóságától, és megválasztanak egy új pápát, akit ezúttal mindenki elismer, 5. Márton néven, és ilyen módon 1417. november 11-én megszűnt az egyház szakadás, és ismét egyetlen egy pápája lesz az egyháznak. Látszólag ez nagyon szép is jó, na de milyen veszély van benne? Hát egyrészt az, hogy ez egy precedenst teremt, hogy az uralkodó nagyon-nagyon is, hát hogy mondjam, szívben vagy húsba vágóan belenyúlhat az egyház életébe, a legbensőbb döntéseket befolyásolhatja, és gyakorlatilag hát a saját akaratát rákényszerítheti a bíborosokra. Ez nem jó, mert nagyon sok uralkodó aztán ebből tanulva elkezdi majd csűrni, csavarni a dolgokat, az egyházat ugye kényszeríteni a saját politikai érdekeinek a kiszolgálására. Ennek az úgynevezett államegyházi eszmének az áldozata Becket Szent Tamás, a nagy angol vértanú, akit ugye hát a uralkodó legjobb barátjából, aztán az uralkodó legnagyobb ellensége lesz, és ugye a királynak egyik elejtett megjegyzése nyomán, a királynak ugye szekértolói is, és hát hízelgői meggyilkolják a Canterbury érseket, Becket Szent Tamást. Illetve például ennek az államegyházi eszménynek a áldozata Nepomuki Szent János, a cseh, ugye nagy egyházjog tudós, a királynő gyóntatója, aki ugye hát szintén csak a király önkényének az áldozata lesz. A hagyomány szerint, mivel nem akarja elárulni a királyné gyónási titkát, de más esetek, más ugye helyzetekben is védi az egyház jogait az uralkodóval szemben. Vagy például ennek az államegyházi eszmének a nyomán lesz áldozattá az orleáni szűz, ugye Szent Johanna, Franciaország egyik védőszentje. A másik dolog, hogy ugye egyébként ez a következő zsinat 1431-ben úgynevezett Bázel-Ferrara firenzei zsinat, aminek ugye egy pozitív hozománya, hogy rövid időre egyesült a kelet és a nyugati egyház. Egy rövid ideig az unió megvalósult, azonban hát ez elsősorban a keleti főpapok és a hívek egy része tiltakozása miatt ugye ismét megszűnik. Viszont ugye ezen zsinatok nyomán megjelenik az úgynevezett konciliarizmus, vagy itt az a zsinatos eszme, tehát hogy valójában a pápa egy olyan tiszteletbeli, szertartásos szerepet tölt be, mint például ma az angol királynő, hogy ugye hát ő megjelenik ünnepélyes alkalmakkor, mond egy szép beszédet, de valójában a parlament uralkodik, ugye? És hát ők döntenek. Hát a zsinat az legyen ilyen egyházi parlament, ahol ugye többségi szavazattal dőlnek el a viták, és a pápának az a megtisztelő feladata marad, hogy aláírja a zsinat által hozott döntéseket. Ugye hát ez egy nagyon nagy veszély, mert hogy a katolikus egyházban ugye az Úr Jézus nem testületeket hozott létre, hanem személyekre bízta a tekintét és a vezetést. Tehát ugye amikor az Erdő Bíboros úr nekünk kánonjogot tanított, akkor nem győzte hangsúlyozni, hogy az Úr Jézus nem püspöki karokat alapított, hanem ugye apostolokat nevezett ki, és az apostolokra bízta rá ugye azt a megbízatást, hogy ők legyenek az egyház vezetői. Tehát a püspöki hivatal az Úr Jézustól származik, de a püspöki testületek azok nem az Úr Jézustól származnak.
Vagy például ugye egy plébánia vezetésében, ugye a plébános a felelős személyében. Az, hogy mellette vannak tanácsadók, van egy lelkipásztori ugye, testület, képviselő testület, az csak tanácsadó jellegű, de nem úgy van, hogy a plébános a képviselő testület alkalmazottja lenne, és hogy köteles lenne ugye végrehajtani a többségnek a döntéseit. Tehát a személy irányít, a személy dönt, a testület az csak tanácsadó jellegű. Na most a zsinati elv ezt próbálja ugye visszafordítani az egyház alapítójának akaratával szemben. Na de térjünk rá végül is a beharangozott témára, a középkori eretnekségekre és az erre adott válaszra, az inkvizícióra, ami hát az egyház egyik legvitatottabb ugye, kérdése, az egyház történelemnek a keresztje, és hát az egyház ellenségeinek az a fajta kedvenc ugye, gumicsontja, amin rágódnak, és hát a mai napig ugye folyamatosan bocsánatkérésre és visszakozása és magyarázkodása akarják kényszeríteni az egyházat. Tehát először is, hogy helyesen tudjuk megítélni az inkvizíciót, tudni kell, hogy mire válaszolt ez az intézmény. És egyáltalán, hogy nem is egy intézmény volt, hanem többfajta inkvizíció volt, amelyek nagyon különböznek egymástól. A középkori különböző eretnek mozgalmaknak három fő eszméje volt. A szegénység eszme, az első számú. Ugye tehát miután megindul a középkori ugye, ipar, kereskedelem, fejlődése, kialakulnak a városok, egyre inkább növekszik az a gazdagabb polgári réteg, és hát megjelennek a különböző visszaélések is, például az uzsorakamat, aminek kapcsán egész családokat fosztanak meg a vagyonuktól, a házuktól is, ugye dobnak börtönbe, és hát ugye ezek körülbelül ilyen 200%-os uzsorakamatok voltak, tehát a többszörösét kellett visszafizetni mindennek, és szóval ugye megjelenik egy tiltakozás az új gazdagok ellen. A társadalmi igazságosságot követelik, erre lesz ugye az egyházias válasz Assisi Szent Ferenc például, és a kolduló rendek. De az eretnekek, például a Bressai Arnold nevű egyik prépost azt hirdette, hogy a vagyonos pap nem üdvözülhet. Ugye tehát a vagyon az eleve kizár a mennyországból, az egyház pedig akkor lesz hiteles, hogyha teljesen lemond a vagyonról és mindenfajta világi hatalomról. Hát ezt manapság is szokták hangoztatni, ugye, hogy a szegény egyház, a szegények egyháza, stb. Erre valaki azt mondta, hogy a szegényeknek csak egy gazdag egyház tud segíteni, mert ha az egyház is koldus szegény, akkor miből adjon a szegényeknek, ugye? Tehát azért a vagyon az jóra is lehet használni, nem önmagában a priori bűnös dolog. Hát ezt a Bressai Arnoldot Barbarossa Frigyes kivégeztette, megégette, de voltak mások is, például a Fraticellik, ugye az apostoli testvérek, azok ilyen vándorprédikátorok voltak, akik ugye mindenütt uszítottak a római egyház gazdagsága és hatalma ellen. Egyébként a kezdeti gyanakvás az egyház részéről Szent Ferenc irányába az abból ered, hogy őt összekeverték a Fraticellikkel, azt hitték, hogy ez egy is ugyanaz a társaság, holott nagyon nem. Vagy például a Valdes Péter, vagy Valdó Péter, aki ugye szintén szegény vándorprédikátor volt, és hát minden vagyonbirtoklást kárhoztatott. Egyébként a Valdens egyháza mai napig létezik, csak összeolvadt ugye a kálvinizmussal, mert hát ezek tulajdonképpen előreformátorok, tehát a reformációt készítik elő a tanításukkal. Érdekes most, amikor római zarándoklaton voltunk, és ugye hát ottan kiéhezve késő este, hosszú utazás és a vesperás után találtunk ottan a Piazza Venezián egy jó kis pizzázót, hát szembe velünk Chiesa Valdese, Valdi templom, tehát ugye mai napig létezik ez a Valdi Péternek az egyháza. Tehát ez a szegénység eszme. Kettes pont, tisztaság eszme.
Vagyis ez a régi jó ismert maniheizmus, az ókori eretnekség, amiről már beszéltünk, ami ugye két Isten vagy két ős principiumot tételez, van a jó Isten, aki a szellemvilágnak az alkotója, ő Jézus Krisztus atya, és van a gonosz Isten, aki az ószövetség istene, aki az anyagnak az alkotója, és tulajdonképpen, hát ugye, minden, ami anyaggal kapcsolatos, például a vagyon, de ugyanúgy a házasság, a gyermeknemzés, az egyház, az állam, a szentségek, az mind az ördögtől való, tehát tulajdonképpen a ideális az lenne, hogyha mindenki cölibátusban élne, vagy legalábbis hát a gyermeknemzésről lemondana, és a másik pedig, hát hogy szigorú, hogyha már nem tudja halálra éheztetni magát, de legalábbis folyamatosan szigorú bőjben és éhezésben éljen, mert hát ugye a testet nem szabad táplálni, és hát ugye erősíteni az ördögnek a művét. Nagyon jellemző volt erre a mozgalomra a nőknek a megvetése is, mondván, hogy hát azáltal, hogy anyák és gyermeket szülnek, hogy a sátánnak a legközelebbi ugye munkatársai. És hát ez a mozgalom már az ókorban is ugye nagyon erős volt, elterjedt. A középkorban pedig elindult valahol Bizánc környékén, Konstantinápoly környékéről, Görögországon, Bulgárián, Macedónián keresztül eljutott Dél-Franciaországban, és Albi városa környékén volt az ő központjuk, ezért hívják őket albigensek, úgy is nevezik őket, hogy katarok, ami egy görög eredetű szó, annyit jelent, hogy tiszták. Mert hogy az összes többi tisztátalan, az ugye az anyag által fertőzött, ők a tiszta evangéliumnak a hívei. A Bulgáriában és hát a mai Bosznia területén bogumiloknak hívták őket, ez annyit jelent, hogy Istennek kedves valaki, tehát ugye ők úgy gondolták, hogy ezáltal Istennek különösen is kedvesek lesznek a többi ugye kározatra való tömeggel szemben. Érdekes, hogy ezt a mozgalmat, a katarok mozgalmát éppen hogy a gazdagok támogatták. Pedig ugye hát az életük teljesen elütött ezektől a tanításoktól, mert ettől remélték, hogy ha a katarok győznek, és szépen ugye az ő eszmék diadalmaskodnak, akkor el tudjuk venni az egyházi vagyont, az egyházi birtoka miénk lesz, és hát ezáltal ugye a mi földi előrelépésünket szolgálják ezek a tévtanítók. A katarok egyáltalán nem voltak ilyen békés, hogy mondjam, nyugodt, pacifista módon tüntető szabad gondolkodók, ahogy nagyon sokszor beállítják őket, hanem például voltak zsoldos katonáik, akik ugye, hát ilyen rabló bandák módjára bejárták a környéket, hát ugye gyilkoláztak, pápai követet is meggyilkolták, a veronai Szent Péter, egy híres domonkos szent, akit úgy ábrázolnak, hogy a feje közepéből kiáll egy balta, ugye, tehát őt is ők végezték ki. Aki egyébként maga is katar családból származott, csak utána katolikussá vált, és az életét is áldozta a katolikus hitért, a vérével még utoljára azt írta a földre, hogy krédo. Ugye? Szóval a pápai követet meggyilkolták, főpapokat, papokat, állami hivatalnokokat, templomokat fölégettek, katolikus ugye, intézményeket kifosztottak, meggyaláztak, és emiatt hát többször indult ellenük keresztes hadjárat is, például a Montfort Simonnak a keresztes hadjárata, ami azonban nem hozott tartós eredményt, mert ugye mindig újra termelődtek ezek a ugye eretnekek. A harmadik eszmény, tehát a szegény egyház, a maniheizmus, a tisztaság eszme és az anyagellenesség, és a harmadik az a láthatatlan egyház, ez vagy nagyon erősen visszaköszön Kálinnál egyébként. A láthatatlan egyház eszméje azt mondja, hogy csak az az egyház tagja, akit Isten eleve predestinált, kiválasztott az üdvösségre, eleve elrendelt az üdvösségre, és aki nincs halálos bűnben.
Tehát ugye most ránézésre senkire se tudom megállapítani, hogy halálos bűnben van-e vagy sem. Kegyelem állapotában van vagy sem. Senkire se tudom ránézésre megmondani, hogy Isten őt mire választotta, az örök kározatra vagy az örök üdvösségre. Tehát ezért láthatatlan egyház, mert hiába mutatom a keresztlevelemet, hogy meg vagyok keresztelve, hiába mutatom esetleg a szentelési igazolásomat, hogy pappá vagyok szentelve, a kérdés az, hogy én az üdvösségre vagyok predestinálva, és a kegyelem állapotában vagyok-e vagy sem. Ez dönti el, hogy az egyház tagja vagyok vagy nem. Tehát csak Isten látja azt, hogy kik tartoznak az ő egyházához, és az egyház hivatalos ugye, határai, a jogi határai, azok jelentéktelenek, tehát teljesen értelmetlenek. Egyébként a láthatatlan egyház eszméhez az is hozzátartozik, hogy fölösleges az egyházi hierarchia. Nem kell senki olyan, aki ugye, papként vagy püspökként magyarázza a Szentírást, ugye hirdeti az egyház tanítását, hanem a Szentlélek mindenkit megvilágosít, hogy saját maga magyarázza a Szentírást, és hát abból vonja le a szükséges következtetéseket. Ugye hát ez megint csak Luthernál, Calvinnál nagyon erősen megjelenik, ugye a sola scriptura elve, ami azt jelenti, hogy ugye a Szentírás önmagában elég, és a Szentírás önmagát magyarázza. Hát hogy magyarázza önmagát, ez abból is kiderül, hogy azóta már több tízezer, ugye, különböző protestáns felekezet van, akik mindnyájan másként magyarázzák a Szentírást. Tehát ennyire nem egységesen működött a Szentlélek, amikor próbálták magyarázni. És természetesen az egyik legütősebb eszme, hogy a pápa maga az Antikrisztus. Független attól, hogy ki a pápa, hogy most mennyire igaz hitű, igaz életű vagy nem, minden, a mindenkori pápa hivatalánál fogva azonos az Antikrisztussal. És hát jelennek is meg különböző ilyen gúnyrajzok, ahol a pápát megfelelő módon ábrázolják, ugye. Kik hirdetik ezeket a tanításokat? John Wycliffe, egy oxfordi tanár, ugye ő nála jelenik meg ez az eszme, hogy a Bibliát ugye népnyelven kell kézbe adni az embereknek, elejétől végéig, hogy mindenki saját maga értelmezhesse, ezért angolra fordítja a Bibliát. Tagadja például a valóságos jelenlétet az oltári szentségben, tehát jelképesen értelmezi ugye Jézus jelenlétét, és tagadja például az egyházi rendszentségét és a bérmálás szentségét, ezeket emberi ugye, találmányoknak és biblia ellenes tanításoknak hirdeti. Hát ezt is majd a protestantizmus még erősebben fogja hangsúlyozni. A másik ilyen középkori eretnek, aki a láthatatlan egyház eszmét hirdeti, Husz János. Ugye a cseheknek a nagy nemzeti szentje, aki egy prágai egyetemi tanár, ő is tagadja a papságot, a valóságos jelenlétet az oltári szentségben, és hirdeti a predestinációt, vagyis ugye, hogy Isten mindentől függetlenül eleve eldönti, elhatározza, hogy kit akar üdvözíteni, kit akar károsztatni, és ugye az ember cselekedetei, sem a bűneim nem tudják megsemmisíteni azt, hogy én az üdvösségre választott vagyok, sem az erényeim nem tudják megakadályozni, hogy elkározzak, hogyha engem az Isten kározatra teremtett. Tehát van egy kettős predestináció az üdvösségre vagy a kározatra. Tehát az emberi cselekedetek nem számítanak, az emberi szabad akarat nem létezik, minden előre meg van határozva. Nos, hát a Husz Jánost a konstanci zsinat, amit előbb említettünk, elítélte és meg is égette mágián, és így lett aztán ő a nagy vértanú, ugye a protestantizmus vértanú előfutára. És hát az ő egyháza szintén a mai napig létezik, a huszita egyház, csak hogy két irányba fejlődött. Van a mérsékelt huszita mozgalom, ők az úgynevezett kejhesek, mert az egyik leglátványosabb követelésük az volt, hogy két szín alatt akartak áldozni kehelyből ivással. Ezt egyébként a római egyház nekik meg is engedte, hogyha csak ez a probléma, csak ez a kérésetek, akkor ezt megengedjük.
És szóval teológiai akadálya ennek nincs, ez egy praktikus kérdés, és hát tényleg az ősegyházban két szín alatt áldoztak. A problémát azok a szélsőségesek okozták, a táboriták, akik valóban ilyen gyilkoló, pusztító bandák voltak, akik a társadalmi rendet is veszélyeztették, és itt nagyon azért bele kell gondolnunk, hogy a középkori társadalom egyáltalán nem pluralista társadalom, és nem multikulturális társadalom, és semmiféle, hogy mondjam, szabad, tehát lelkiismereti szabadság, meg szabad gondolkodás nem merül fel, az ugye csak később jelentkezik meg, hanem egységes társadalom van, aminek ugye egységes világi vezetése van, és ennek az eszmei, lelki-szellemi alapja a keresztény katolikus hit. Tehát, hogyha valaki a hitet megkérdőjelezi, a hittel szembefordul, az egyházzal szembeáll, az a társadalom alapját ássa alá, az tulajdonképpen az egész közösség egységét, megmaradását veszélyezteti, tehát úgy kell őt tekinteni, mint a közrendnek az ellenségét, a társadalom ellenségét, és ennek megfelelően kell büntetni, és ennek megfelelően kell megakadályozni, hogy az ő romboló eszmét terjessze. Tehát ugye a mai gondolkodástól ez teljesen idegen ez a gondolat, de hát a középkorban elég jó működött, elég hosszú ideig, és hát ugye ma is sajnos azért vannak olyan szekuláris dogmák, amelyek a megkérdelezését hát nagyon erősen büntetik, ugye gondoljunk bele, hogy nyugaton, aki például megmeri kérdőjelezni az egyneműek házasságát, vagy a gender ideológiát, hogy elveszítheti a munkahelyét, az egyetemi ugye, pozícióját, társadalmi tekintélyét, tehát karaktergyilkosságot visznek végbe, tehát hogy a média annyira lejáratja, hogy teljesen hitelét veszti a társadalomban. Tehát ma is van egy modern ugye, kirekesztés, inkvizíció a politikai korrektség nevében, úgyhogy semmivel sem más ez a fajta reflex, csak hogy hát sajnos ma nem az keresztény eszmét védik, nem a igaz hitet védik, hanem ilyen mindenféle emberek alkotta, nagyon veszélyes és hamis ideológiákat védenek, rendkívül nagy intoleranciával és rendkívül nagy erőszakossággal. Na de nézzük akkor, hogy az inkvizíció az mit is akart, hogyan is jött létre. Ez a szó, hogy inkvizíció annyit jelent, hogy keresés, kutatás. Tehát ugye az eretnekséget az állam úgy bünteti, mint felségsértést, mint a társadalom alapjainak az alásását, veszélyeztetését, és ez ugye normál esetben a római császárok kora óta vagy száműzetés volt, vagy mágia halál. Tehát halállal büntetik azt, aki a társadalmat halálosan fenyegeti, az eszmével és az életmódjával. Na de, az állam eldöntheti-e azt, hogy ki az eretnek és ki nem? Ehhez érteni kell a teológiához, meg kell vizsgálni az ügyet, és ezért az állam nem akar ezekben a kérdésekben ítélőbíró lenni, hanem kéri az egyháznak a segítségét. Na de maga az egyház ugye hogyan bünteti az eretnekeket? Hát a mai napig a kánonjogban benne van, hogy ugye, hogyha valaki makacsul és tudatosan tagadja a hitnek valamelyik kinyilatkoztatott kötelező részét, és az eretnekség bűnébe esik, akkor önmagától beálló kiközösítést von magára. Ez az úgynevezett excommunicatio late sententiae. Vagy igen, de ugye a kiközösítés az nem egy végleges ítélet, hogy örökre a kározatra ítélünk, hanem ez egy medicinális, egy gyógyító büntetés, aminek az a célja, hogy a bűnös szálljon magába, ismerje föl a bűnét, rendüljön meg ennek a büntetésnek a súlyától, és térjen meg. Tehát soha nem az a cél, hogy az illetőt végképp megbélyegezni, kitaszítani, kiközösíteni, jó megkínozni és brutálisan meggyilkolni, hanem az a cél, hogy bűnbánatra ébreszteni őt, és a vezeklés után visszafogadni az egyházba. Tehát ugye
Mai napig a római rituálénak szerves része a kiközösítés aloli föloldozása, a kiközösítés személy visszafogadásának a rítusa, ami ugye hát tulajdonképpen célja az egyházi büntetéseknek. Tehát az egyház az eretnekségek kivizsgálására püspöki ugye, hatáskört állapít meg, de hát nagyon sok püspök sajnos maga sem teljesen kompetens a teológia kérdésében, nincs megfelelően képzett vagy alkalmas embere, aki ezt meg tudja állapítani, hanem Róma segít az egyes püspököken is, küldi ezeket a vizsgálókat, inkvizítorokat, akik legtöbbször kolduló szerzetesek, ferencesek, domonkosok, ugye miért kolduló szerzetesek, hogy ne lehessen őket megvesztegetni, ugye pénzért, hogy részrehajlóan ítéljenek. Nagyon tanultak, ugye ezért volt a szükség a domonkosokra, mert hogy hát ők ugye a középkori egyházi tudományosságnak a bajnokai, az egyetemeknek a nagy professzorai, tehát nagyon-nagyon pontosan tudják, ismerik a teológiát, az egyház igaz tanítását, és hát egyébként is domonkos, majd látni fogjuk legközelebb, a katarok miatt alapította az ő rendjét, hogy őket ugye békésen visszavezesse az egyházba. Tanítás, felvilágosítás, jó példa által. Tehát ők vezetik az inkvizíciót, és mindig a cél, ugye, hogy kiózanodjanak, megtérjenek, vállalják a vezeklést, az elégtételt, és a föloldozás által visszatérjenek az egyházba. Hogyha ez nem sikerül, és nem bánja meg az eretnekség bűnét a vétkes, sőt visszaesik, akkor az egyház átadja az illetőt a világi hatóságnak. Tehát, ugye ezek a rémfilmek, meg rémregények, ugye ilyen kéjelgő papok ugye hordják a fát a mágiához, és ugye hát kéjesen most nevetnek és örülnek annak, hogy hát hogy ég az eretnekeknek a húsa, és hogy szenvednek, és saját maguk ugye harapó fogóval tépik a körmeit, ez kitaláció. Ilyen nem volt soha. Tehát, hogyha voltak ilyen a mai szemmel nézve brutálisabb, erőszakosabb módszerek, azt mindig a világi hatóság végezte, az egyház csupán az eretnekség tényét kellett, hogy tisztázza, hogy fönnáll-e az eretnekség bűne, vagy pedig nem áll fenn. Na most ugye az egész intézményt egységesíteni kellett, így született 1542-ben a római inkvizíció, vagy más nevén a Szent Officium. Ez a Szent Officium tulajdonképpen a II. Vatikáni zsinatig ilyen név alatt működött, utána átnevezték hittani kongregációnak. Tehát ez ugyanaz az intézmény, csak ugye hát az elődje az inkvizíció. Ennek az intézménynek a egyik kiadványa az Index Librorum Prohibitorum, vagyis a tiltott könyvek jegyzéke. Tehát meg kellett vizsgálni ugye a nyomtatott szellemi termékeket, és meg kellett állapítani, hogy melyik az igaz hitű, és melyik nem is. Ami nem igaz hitű, veszélyezteti az igaz hitet, azt ugye rá kellett tenni az indexre, hogy tilos legyen a híveknek ezeknek az olvasása, nehogy ugye maguk is kísértésbe essenek, hogy az egyháztól elszakadjanak. Természetesen kutatás, tudományos célból, ugye, akik akadémiai szinten ugye, teológiával foglalkoztak, azoknak lehetett engedélye, hogy ezeket a könyveket olvassák, mert hogy ők voltak annyira műveltek, hogy ne dőljenek be a téveszméknek. Az Index is egyébként létezett a II. Vatikáni zsinatig, tehát modern művek is rákerültek az Indexre. Ez volt a római inkvizíció, vagyis a püspöki inkvizíció. Egészen más jellegű az úgynevezett spanyol inkvizíció, aminek nem az egyház az alapítója, hanem a spanyol uralkodók. Aragóniai Ferdinánd és kasztíliai Izabella, akik ugye hát katolikus uralkodóknak nevezték őket, mert hát ők fejezték be a rekonkvisztát, tehát ugye Spanyolország megtisztítását a muszlim uralomtól, ugye egységesítették Spanyolországot is, egy katolikus nagyhatalommá tették,
És a spanyol inkvizíció ennek az újonnan létrehozott keresztény nagy hatalomnak a védelmét szolgálta. A spanyol inkvizíció bíráskodhatott főnemesek és püspökök felett is, de külön célpontja voltak az úgynevezett maránok és moriszkók. Kik a maránok és a moriszkók? Ugye Spanyolországban egyrészt nagyon sokan megmaradtak ugye a muszlim uralom alatt, akik ugye tehát arab származásúak voltak, eredetileg muszlim hitűek, de most, hogy az ország ismét katolikus kézre került, látszólag keresztényé váltak. Na, ők a moriszkók, ugye a mornak, a spanyol muszlimnak a ugye nevéből jött ez a moriszkó. Kik a maránok? Hát Spanyolországnak nagyon jelentős és nagyszámú zsidó lakossága volt, akik szintén ugye a nagy ugye hatalom kialakulása után, a katolikus egységesítés után látszólag fölvették a keresztény hitet, de valójában ugye továbbra is gyakorolták a zsidó vallást, de nem csak ez volt a probléma, hanem az, hogy a háttérben egymással összejátszva ugye szervezkedtek a spanyol katolikus ugye uralkodói hatalom ellen. Tehát ezeket ilyen belbiztonsági kockázatnak tartották, ezeket a nem őszintén áttért muszlimokat és zsidókat, maránokat és a muszlimokat, és őket kellett megvizsgálni, hogy valójában ugye tényleg őszintén megtértek, keresztényé lettek, vagy pedig hát álnok módon, ugye álságosan a háttérben a ugye muszlim uralom visszahozatalán munkálkodnak, és a katolikus uralom megdöntésén. Szóval ez volt az elsődleges célja. Egyébként például voltak olyan zsidók is, meg mórok is, akik őszintén megtértek. Például a nagy inkvizítor Torquemada maga is zsidó származású volt, vagy például Avilai Nagy Szent Teréz maga is zsidó származású volt, tehát az ő családja őszintén keresztény lett, ugye. Ezért kellett megvizsgálni, hogy mi van a háttérben. Na most ugye, mik voltak, hát ez a spanyol inkvizíciónak ugye tulajdonítják a különböző rémtetteket, ugye például a spanyol csizma is innen kapta a spanyol nevet, ugye, ahol az embernek a lábát megszorongatják, megnyomorítják, meg hát különböző ugye módszerek voltak. Na de egyáltalán nem ez a fajta kínzás volt a jellemző az inkvizícióra. Mindjárt megnézzük a tényeket. Először, hogy milyen indokok voltak, amelyek az inkvizíció munkálkodását vagy létezését ugye indokolták. Egyrészt a középkor embere számára teljesen világos, hogy a lélek java fontosabb, mint a test java. Tehát annak érdekében, hogy a másikat bűnbánatra vezessük és az üdvösségre vezessük, indokolt lehet a testének a föláldozása, az elvesztése. Tehát, hogy valakit a halálos ítélet annyira megrendít, vagy a testi kínzásnak a gondolata, hogy ő föladja a tévedését és megtér. A másik, a társadalmi rend védelme fontosabb az egyén sorsánál. Tehát annak érdekében, hogy megvédjük a teljes közösséget, föl lehet áldozni a közösséget veszélyeztető egyéneket. Mai napig is ugye hát jön egy terrorista, aki hát föl akarja robbantani valamelyik ugye európai fővárosban ugye hát a, mit tudom én, a vásárcsarnokot, vagy a mozit, vagy a koncerttermet, akkor jönnek a rendőrök is, lelövik a terroristát, mert ennek az egyének a föláldozása kisebb kár, mint hogy ugye sok ezer, vagy több száz ember ugye az életével fizessen. No, aztán ugye a következő, hogy a fennálló társadalmi rendet meg kell védeni az anarchikus eszméktől. Tehát ugye a fennálló társadalmi rend, ha nem is tökéletes, de sokkal jobb, mint az anarchia, és hát egy csomó ilyen középkori eretnek teljes anarchiát hirdetett magának, az állam eszméjének elvi ellensége volt.
És hát a inkvizíció börtöneiről tudjuk, hogy ugye ezek külön voltak, mint az állami hatóságok börtönei, és itt sokkal emberségesek voltak a viszonyok, mint a világi börtönökben. Nagyon sok bűnöző, akiket gyilkolásért, rablásért, égetésért ítéltek el, a világi börtönben eretnekséggel vádolta önmagát, hogy esetleg átkerüljön az inkvizíció börtönébe. Mert ott legalább adtak neki enni. Ugye egy középkori börtönben ez nem volt magától értetődő, hogy etetik a rabokat. Ha hoznak nekik a rokonai ételt, akkor enni fog, ha nem, akkor éhen hal. Vagy például, ha beteg, akkor orvos megnézette. Az se volt egyértelmű. Hát rohadjon el a börtönben, az volt ugye a hozzáállás. Vagy például az, hogy neki lehetett ügyvédje. Tehát aki őt kihallgatta, aki kivizsgálta az ügyet, és próbálta őt megvédeni, tehát a mellette szóló érveket is fölhozni. A vádlott tehát védekezhetett. Ugye megkérdezték tőle mindjárt az elején, hogy mondja el, kik az ellenségei, a rossz akarói, akik esetleg neki ártani akarnak, és ugye bár a inkvizíció bírósága előtt sohasem árultak el a vádlottnak, hogy ki vádolta meg őt eretnekséggel, tehát nem tudhatta meg, hogy ki vallott ellene, de hogyha rajta volt a listán, az ellenség listán a vádlónak a neve, akkor a vádat ejtették, mondván, hogy lehetséges, hogy valaki ugye hamisan vádolja őt személyes bosszú céljából. A kínzást, ami ugye a legproblémásabb az egészben, egyébként a középkorban minden bíróságon bevett módszer volt a kínzással kicsikart vallomás, csak alapos bizonyítékok és a vádlott makacs tagadása esetén alkalmazhattak, egyszer lehetett megismételni, a kínzás során tilos volt a vérontás és a megnyomorítás is. Tehát olyan nem volt, hogy valaki utána ne tudjon járni, vagy kiszúrják a szemét, vagy levágják a fülét, tehát ilyesmi, ez nem felel meg a történelmi tényeknek, a valóságnak. Minden vallomást pontos feljegyzésekben rögzítettek, tehát jegyzőkönyvet folytattak az eljárásról, a kérdésekről és a válaszokról, és ezt a vádlottal is aláíratták, de nem a kínzások napján, vagy közvetlenül utána, hanem másnap, miután már a kínzásoktól ugye magához tért, tehát át tudta gondolni a vallomását. Ilyen dolgok voltak, tehát mondhatjuk objektíve, hogy a későbbi ugye jogi eljárások, a jogrendszernek az alapjait, azt az inkvizíció bírósága vetette meg. Mert ezek a középkorban nem léteztek. Tehát ezek a mechanizmusok, amelyek a vádlott jogait védik, biztosítják a védekezés jogát, és ugye korlátozzák nagyon erősen a kínzásnak az alkalmazását. Illetve hát a börtönben levő viszonyokat is sokkal elfogadhatóbbá, sokkal kevésbé embertelenné teszik. Ugye. Ez az inkvizíciós börtönökben indult el. Ugye az a legenda járja, és különösen ugye hát a kezdő protestantizmus terjesztette ezt a legendát, illetve azok az európai nagyhatalmak, amik Spanyolországban szembefordultak, ugye az a legenda Néra, a fekete legenda, aminek minden, elsősorban Spanyolország lejáratása volt a célja, ugye hát halálos ítéletek is kivégzettek, millióiról szoktak beszélni, pedig a valóság az, hogy ugye az ítéletek körülbelül 1,5-2%-a volt csupán halálos. Az összes többi ítélet, tehát akikről bebizonyosodott, hogy bűnösek az eretnekség bűnében, vagy vezeklés volt, vagy ugye zarándoklat, ezt a ókornál is említettük, hogy volt olyan penitencia, hogy például gyalogos zarándoklat egy távoli kegyhelyre, stb. És utána adták meg a föloldozást. Tehát olyan fajta vezeklés, penitencia, amit a gyónásban szoktak föladni. Ez volt a legtöbbször az ítélet. A spanyol inkvizíció is, ami hát rendkívül ugye rossz hírű,
összesen 44.647 pert jegyeztek föl, ebből 800 per végződött halálos ítélettel, ami az összlétszámnak 1,8%-a. Tehát ugye semmiképpen nem beszélünk milliós nagyságrendű áldozatról, hanem legfőjebb ezres, nem is tízezres, ezres létszámban van a kivégzettek száma. Egy ezres nagyságrendben, nem milliós, nem tízezres, nem százezres nagyságrendben. Tehát nagyjából összegezve, hát ugye a kutatások azok még most is folynak, az egyház mindig is, vagyis hát a mai korban, már ugye az utóbbi évszázadban biztos, készségesen rendelkezésre bocsátotta az inkvizíció archívumát, a levéltárát, ahol utána jártak a pereknek. Körülbelül 3 millió pert tartanak számon, ebből 1,5% volt a halálos kimenetelű per, tehát a halálos ítélettel végződő per, és ugye a többi, az pedig nagyon sokszor volt fölmentés, vagy pedig ilyen egyházi jellegű vezeklés, vagy más, ugye kisebb mérvű büntetés. Tehát egyáltalán nem az a véregzős és embertelen kép rajzolódik ki a történelmi dokumentumokból, amikhez hozzászoktunk, és amivel hát még az egyház iskolában is traktálják ugye az ember fejét kamaszkorától, kisiskolás korától egészen az egyetemig is a doktorátusig. Külön fejezet szól a boszorkány üldözésekről. Na most ugye a boszorkány üldözések azok legtöbb esetben nem tartoztak az inkvizíció hatáskörébe, csak akkor, hogyha eretnekséggel párosult a boszorkányság vágya. Ezek túlnyomórészt tisztán állami hatáskörbe tartoztak, és ugye valójában a pogány-germán hitvilágnak a maradványa ez, hogy ugye vannak olyan elsősorban nők, de azért férfiak is, akik ugye az ördöggel paktálnak, tehát valamiféle szövetséget kötnek, eladják a lelküket, és ennek fejében különböző ugye természet fölötti képességekre tesznek szert. És hát a középkorban nagyon sokszor ilyen néphisztéria formájában tört ki ez a boszorkány ellenesség, hogyha valahol ugye Pest is pusztított, hogyha valahol mit tudom én, hirtelen fölverte a fejét egy járvány, középkorban ugye mindennapos dolog volt, a pusztító, pestis járványok, minden egyéb kórság terjedése, hogyha valahol a jégeső elverte a termést, hogyha valahol tűzvész ütött ki, akkor először is a boszorkányság vágya merült föl az emberekben, és keresték ugye hisztérikus pánikkal, hogy ki lehet az oka, aki ránk hozta ezt az átkot, ezt a csapást, és hát ugye nem egyszer, hát voltak ugye ilyen kicsit különc kinézetű, vagy különc életű személyek, akik valamiképpen kiszorultak a társadalomból, és ugye rájuk tolták a boszorkányság vágyát. És hát az egyház, amikor nyilatkozott párszor a boszorkányságról néhány dokumentumban, akkor inkább a boszorkány hisztéria megfékezését célozta meg. Tehát, hogy először is vizsgáljuk meg, senkit ne vádoljuk alaptalanul. Rámondásra, ilyen tömeghisztéria hatására ne támadjunk emberek ellen, tehát vizsgáljuk ki az ügyet. Mi az alapja ennek az állításnak, ugye? Persze azért van ilyen, létezik ma is a sátánisták körében, hogy valaki az ördögből szövetséget köt, és az ördög adhat is bizonyos, ugye, emberfeletti képességeket, de ennek pontos jelei vannak, tehát ennek utána lehet járni, hogy utal-e valami arra, hogy az illető eladta lelkét az ördögnek, vagy pedig egyszerűen rákenjük azt, amit tehetetlenségünkben ugye nem tudunk mire vélni, nem tudjuk az okát. Tehát elsősorban állami hatáskörben voltak ezek a perek, az egyház inkább fékezni, korlátozni próbálta a dolgot,
voltak olyan pápák, akik kifejezetten el is ítélték ezt a hisztériát, és ugye körülbelül összességében olyan 40 ezer áldozatról beszélünk a boszorkány pere kapcsán az egész középkor folyamán, ezeknek ugye 80%-a nő volt, és mondhatjuk, hogy a protestantizmus megjelenése után a protestánsok is ugyanolyan buzgósággal égették a boszorkányokat, mint a katolikusok, sőt még nagyobb buzgósággal, ugye? Tehát ez nem felekezet specifikus. Úgyhogy Luther és Calvin teljes mellszélességgel hittek a boszorkányokban, támogatták a boszorkánypereket, és hát az eretnekségeket is bizony keményen égették. Ugye gondoljunk bele Szervéd Mihályba, majd oda is eljutunk, aki ugye tagadja a Szent Háromságot, ugye az anabaptizmusnak az elindítója, és Calvin simán ugye mágja halára ítéli, őt is, meg sokan másokat is. Tehát ezt egyáltalán nem lehet egyoldalúan a katolikusokra kenni, ezt a bűnt. Az utolsó, ugye hát az a 18. század végén volt az utolsó boszorkány égetés egyébként, tehát ez egészen a modern korig eltartott, ez a fajta hisztéria és ez a fajta hiedelem, úgyhogy nagyon igazságtalan lenne csak a katolikus egyházra és a középkori hierarchiára hárítani ennek a dolgát. Természetesen a saját koruknak a korlátaiból, a saját emberi korlátaiból nem tudtak kibújni, a korszellem, ő is a saját koruk, ugye gyerekei voltak, a saját ugye korlátozott ismereteiken nem tudtak túllépni, de mondhatjuk, hogy az egyháznak a szerepe sokkal inkább pozitív volt, és a józan észnek is és az igazságos ítéletnek a szava volt, mint sem hát a hisztériának, a babonának, az oktalan vérengzésnek a szava, úgyhogy hát röviden ennyit gondoltam erről mondani. Lehet, hogy majd legközelebb némi kiegészítést is hozzáfűzök, de szóval ne dőljünk be soha annak, amikor valaki ugye ilyen kvázi evidenciákra hivatkozva rá akarja bizonyítani, hogy szégyeld magad, hogy katolikus vagy, szégyeld az egyházadnak a múltját, kér bocsánatot, még ez se elég, még mindig nem vezekeltél eleget, stb. Mert ugye a katolikus egyház mindig ugye a haladásnak, a tudománynak, az emberségnek, a progressziónak ugye az ellensége volt, ennek a pontos ellentétje az igaz, elég, hogyha valaki nem, ugye ilyen mindenféle filmeknek, regényeknek, rosszul ugye szerkesztett tankönyveknek és ideológiáknak hisz, hanem a tényeket megvizsgálja, és a történelmi forrásokhoz hozzányúl, akkor sokkal árnyaltabb képet tud kapni az adott korról is, és főleg magáról az egyházról is. Úgyhogy. Nagyon aranyos könyvet adtak ki. Na. Igen. Persze, hát a Petrányi, ugye, azt mindenkinek ajánlom. Egyébként Petrányi Ferenc, Óbecsei plébános, ez egy délvidéki kisváros, édesanyám onnan származik, én is annak a városkának a templomában mondhatni kaptam a papi hivatásomat, tehát Óbecse nagyon szép hely, nagyon jó hely, és annak a plébánosa volt Petrányi Ferenc a II. Világháború idején, amikor ugye, és a doktori dolgozatát az inkvizícióról írtam. Nagyon megvásárolható, ugye, nagyon ajánlom ezt a kis könyvecskét, vékony, olvasható, nagyon tárgyilagos, és ugye hát a szegény Petrányi plébánost, aztán ugye a partizánok visszafoglalták Délvidéket, és nagyon brutális módon megkínozták, megcsonkították és megölték ezt a plébánost, tehát egyike a 24 délvidéke vértanú papnak, akik a kommunista üldözésnek az áldozatai voltak. Némelyeknek a boldogavatási pere is zajlik, tehát nem csak, hogy egy szent vértanúról van szó, hanem egy nagyon jó szakemberről is, és hát nagyon ajánlom ezt a kis doktori munkát. Köszönöm és szépen. És a szegedi boszorkányban, mert mi mindig utána mentünk. Hát ugye, Szegeden boszorkány sziget is van, tehát a magyar boszorkány ugye üldözésnek Szeged volt a központja. De hát, egy fénykép is van róla, hogy mennek be az öreg, azt mondják, a fekete gyászban. Igen. Hát, igen. Na, jó. Köszönöm szépen a kedves figyelmüket, és hát akkor...
Hálát adok neked mindenható Isten, minden jó téteményedért, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Atya, ő is a Szent Lélek nevében. Amen.